Csak a megnövekedett teherautó forgalomból következtettek a galgamenti települések arra, hogy valamit a térségükbe szállítanak. Először 2 hónapja próbálták megtudni, akkor nem sikerült. Pár napja viszont kiderült, hogy azt a hulladékot viszik hozzájuk, amelynek Várpalotára szállítását a lakossági tiltakozást követően májusban leállították. Így nézett ki a Heves megyei Lőrinciben bezárt, majd lebontott cementgyár területe még jóval azelőtt, hogy megkezdték volna az aszbesztet is tartalmazó törmelék elszállítását. Először Várpalota mellé indultak a teherautók májusban, de a heves lakossági tiltakozás következtében leállították a kamionokat. Ezután a várpalotai engedélyt is kiadó Pest megyei kormányhivatal hozzájárulásával a Heves megyei hulladékot a Pest megyei Galgamácsára kezdték hordani. Várpalotához hasonlóan a helyieket itt sem tájékoztatták. Hallottam, hogy rákkeltő, meg nagyon sok rákos ember volt ott is Lőrincibe. Aztán, hogy ez az aszbeszt, vagy mi, de szerintem ez. Úgyhogy én ennek nem örülök, hogy ide kerül. Én nagyon tiltakozom, nem csak a mi gyerekeink véget, hanem a kics, a többi véget is. Hát ez szerintem le fogja mosni az eső. Galgamácsán a sok teherautó tűnt fel először az ott élőknek, ezért a környező települések vezetői levélben érdeklődtek a kormányhivatalnál. Június közepén kaptak választ, melyből csak annyit tudtak meg, hogy nyomokban aszbesztet tartalmazó hulladékot szállítanak. A részletek is érdekelték őket, ezért újabb levelet írtak. Az információ hiány volt az, ami a lakosságot leginkább kétségek közé szorította. Tehát információ nem volt erről korábban, és hogy az információ hiány volt az, ami esetlegesen pánikra adhatott okot. Tehát nem tudta senki, hogy konkrétan mekkora mennyiség, hová érkezik pontosan, honnan szállítják és milyen úton. Tehát ez a 4 összetevő volt, ami igazából a lakosságot felháborította leginkább. A Heves megyei kormányhivatal csak a szállítás szabályosságát ellenőrzi, de azt megtudtuk, hogy Lőrinciben összesen 25-28 ezer tonnányi aszbeszttel szennyezett hulladék volt. Jelen pillanatban mintegy 3 ezer tonna maradt hátra a mai napig ugye az elszállításra váró törmelékből. Ugye ez azt jelenti, hogy 22-25 ezer tonna veszélyes hulladék került innen elszállításra. Egyelőre csak azt sikerült megtudni, hogy mennyi hulladékot vittek el a korábbi cementgyár területéről, de azt, hogy ez a gigantikus mennyiség Várpalotára vagy Galgamácsára került, egyelőre nem tudtuk meg.